keresett csapataként érkezett Pécsről Debrecen. Niederbacher jól tartotta meg, Fatusi. Fatusi még egyedül próbálkozik. Gólhelyzet, Fatusi mellé tudta rúgni. Varzsiha. Fatusi jól vette át. Fatusi még mindig ott a lehetőség, és Horváth másodszor is. Eszenyi gyorsít föl. Dárdai, Eszenyi, nincs les, és Horváth. 28 percet kellett várni az első vendégszögletre, Szatmári. Sándor Tamás, gól! Szatmári nagyszerűen ívelte középre a szögletet. A pécsiek pedig közelről nézték, ahogy Sándor a létfalából int. Perc, és akár csak a gól előtt, ezúttal is Szatmári adja be a szögletet. Sándor ezúttal is, és Gellei. Majdnem ugyanaz, mint a gól előtt. Pécsi szabadrugás, Varzsiha, gól. Varzsiha végezte el a szabadrugás, és nagyon becsavarta a jobb felső sarokba. 1-1 az első félidő 43. percében. Dárdai, Fatusi nincs les, Dárdai, még egyszer Dárdai és Horváth Béla. Hát amit itt a pécsiek kihagynak ma. Madar, Sándor Tamás, jön Sándor Csaba. Tovább mutatja a partjelző és a bíró, Sándor mellé rúgta. Sándor Tamás, Varicska. Egy rossz labda, Varzsiha kapcsolta le. Indulhat a Pécs, Eszenyi. Niederbacher, nem volt les. Niederbacher. 2-1. Niederbacher egész mérkőzésen nem csinált semmit. Most kapott egy labdát és berúgta. 2-1 a második félidő 21. percében. perc a második félidőben, vendég szabadrugás, a távolság jó 30 méter, és Pető Zoltán maradt a labda mögött. Egy jó lövés, nagyon kevés híja volt.